A logo itt barna, és ebben a videóban nem másról szó, mint hogy Generate Press, mint ingyenes, mint prémium, illetve a Generate Blocks, mint ingyenes, mint prémium, új alfa verziókat kapott, ami azt jelenti, hogy már tesztelhetjük, hogyha szeretnénk, viszont ezek a frissítések most valóban nagyon jók lesznek, és elsősorban az ingyenes felhasználók számára fognak újdonságokat kínálni. A prémium felhasználók most csak maximum osztozhatnak az örömökben, de kezdjünk is bele, és nézzük, hogy pontosan miket is kaptunk. Kezdjük is az elején, mi az a nagy frissítés, amit kaphatunk. Igazániból kettő, és ezek közül szerintem mind a kettő pont, hogy a legfontosabb, a közé tartozik, az a valódi színpaletta dinamikus létrehozásának lehetősége, és a színek különböző opciókon, vagy különböző pontján weblapunknak való beállításai, illetve ugyanez a tipográfiára, tehát hogy milyen betűkészleteket szeretnék használni, és hol milyen betűtípusokat szeretnénk méretbe, stb. Egyebeket használni. De miért olyan újdonság ez? Természetesen ez már megvolt eddig is, ugyanakkor a teljes rendszer át lett írva, és a prémium, illetve az ingyenes felhasználók mostantól egy az egy ugyanazt a szín és tipográf beállításokat fogják tudni használni, és éppen ezért mondtam, hogy ez elsősorban az ingyenes felhasználók számára előny, a prémium felhasználók pedig maximum osztoznak az örömen. Viszont még nem teszteltem élesben rendesen ezeket az új alfa opciókat, úgyhogy most ebben a videóban együtt fogjuk tudni ezeket végignézni, és már át is lépek. Az első dolog, amit mindenképpen észre fogunk tudni venni, az az, hogy egy teljesen új dashboardot is kaptunk. Természetesen a cikkeken majd végigmegyek ugye a bejegyzésekbe annak megfelelően, hogy milyen információk vannak. Ezeket a linkeket, ha már itt tartunk, akkor természetesen a videó alatti leírásban meg fogod találni, és ott lehet letölteni az alfa verziót, hogyha szeretnéd tesztelni, de térjünk is vissza a bemutatóra. Tehát az első dolog, amit mindenképpen érdemes megemlíteni, az az, hogy kaptunk egy teljesen új dashboardot magához GeneratePresshez, ugye az megjelenés, és a GeneratePress menü alatt található, hogyha a sablont elindítottuk. Annak érdekében, hogy ez ne húzza le a sebességünket, ez React alapon lett újraírva, illetve, ha már itt tartunk, a másik kettő rész is ugyanígy React alapokon van lefejlesztve, tehát a jól megszokott sebesség optimalizált sablonunk az továbbra is hozza önmagát. Itt most azért kaptunk egy-két új érdekességet, egyrészt egyébként van itt egy teljes reset gombocska, viszont ha megnézed, akkor van itt egy érdekesség, ez a Theme Builder. Mielőtt belemennék ebbe túlzottan részletesen, ez majd egy teljesen külön videót fog kapni, ugyanis még én is csak tesztelem, hogy hol vannak a határok, és megmondom előre, hogy a prémium felhasználók számára az elemek lehetőség, illetve a blokk elemek használata valóban már most egy Gutenberg alapú theme builder lehetőségét adja, még ugye Gutenberg miatt nem 100%-os, de ezt majd egy másik videóban megbeszéljük. Jelenleg nézzük, hogy pontosan mik is azok, amik számunkra fontosak, ugye a Site Identity, ezek a szokásos alap opciók magához, ugye a weblapunkhoz, tehát a címe, leírása, logó, szélesség és hozzáhasonlók, viszont a következő kettő, ami számunkra igazán fontos, ugye a színbeállítások és a tipográfia beállítások. Na már most, menjünk is át egy kicsikét a cikkre, és ott látunk is pár screenshotot, amit együtt meg is fogunk nézni élőben. Tehát ugye egyrészt kaptunk egy szín palettát, amit képesek vagyunk külön-külön egyesével módosítani, tehát nem az van, hogy van egy megadott színpaletta számunkra, és ahhoz vagyunk hozzákötve, hanem konkrétan mi kezelhetjük ezeket, de inkább nézzük is meg most azonnal. Tehát amint rákattintunk ugye erre, vagy hogyha bemegyünk a testre szabás menübe, és a színek alatt, láthatjuk, hogy itt van ez az előbb megtekintett színpaletta. Na most mindegyik fölött ott egy kis picike x-ecske, tehát tudjuk törölni ezeket a színeket, hogyha nem kellene, vagy a kis plusszal hozzá tudunk adni újabb színeket, illetve, hogyha rákattintunk, akkor kapunk egy teljes értékű
Color Picker lehetőséget, és innentől fogva ezt már alkalmazhatjuk. De nézzük is tovább. Ami az ingyenesek számára hatalmas problémát jelentett, hogy nem lehet a színét beállítani minden apró picike eszköznek, úgy, mint mondjuk a prémiumnál, és ez megmondom őszintén, engem is zavart már nagyon régóta, de ugyanakkor, mint prémium előfizető, ez nem okozott komolyabb problémát, hiszen elérhető volt, de szerintem mindig is jobb helye lett volna, hogyha már alapból az ingyenes lehetőségek között bent van. De nézzük is, hogy pontosan ez mit jelent. Innentől fogva a színeket különböző, maga a sablonunk különböző részeihez legördülő menüben kapjuk, tehát hogyha bármelyikhez megyünk, mondjuk menjünk a contenthez, ugye mint a tartalomhoz, hogyha arra rákattintunk, akkor láthatod, hogy elég sok opciót kaptunk hirtelen, és ezek mind ugye a maga kontextusában ahhoz jó, amihez kell. Nézzük is, hogyha mondjuk a heading 1-es, tehát ugye az első számú vagy az első szintű fejlécet kiválasztjuk, hogy milyen szint szeretnénk hozzá használni, akkor mondjuk legyen piros, és láthatjuk, hogy élőben ez a szín meg is változott. Illetve a színeknél ugye több mindent lehet változtatni, de ez majd ugye, hogyha különböző CSS beállításokat is alkalmaznánk, ez azoknál lehetne némi kis extra. Na már most, a lényeg, hogy saját színpalettát tudunk létrehozni, újabb lehetőségek érhetőek el a fejlesztők számára, és természetesen minden apró pici részét a weblapunknak képesek vagyunk színkódolva megadni, hogy az annak megfelelő színeket alkalmazza. És ez ugye a legfontosabb az egészben. Na már most, amit itt mindenképpen érdemes még tudni, az az, hogy maga a színek vezérlése nem fog problémát okozni a régi felhasználók számára, mert ez relatív egyszerű, hiába lett újraírva az egész, attól még nem fog problémát okozni. Nem úgy, mint a következő opció. Ugyanis a következő opció, ugye a dinamikus tipográfia, ahogyan lett az nevezve, de valójában ez a tipográfiai, vagy a betűkészlet beállításunk, és itt nagyon fontos megemlítenem azt, hogy nem kell amiatt aggódnunk, hogy esetleg már jól megszokott beállításainkkal valami történne, ugyanis hogyha egy régi weblapot használunk, pontosabban már létrehozott weblapot használunk, akkor a régi rendszer marad az aktív, és egy külön beállítást ki kell pipálnunk, hogy mi szeretnénk az új rendszerre konvertálni az egészet. Ha pedig egy teljesen új weblapot indítunk, akkor már az új rendszernek megfelelően fog működni. De már is menjünk vissza, és nézzük meg, hogy pontosan ez hogyan is fog működni. Egyrészt ugye, amit tudni kell, hogy két részre oszthatjuk ezt a részét, ugye van egy font manager, itt ahol maga a betűkészleteket tudjuk kiválasztani, és maga a tipográfiai manager, ahol be tudjuk állítani ugyanúgy a különböző részleteket. Na most, hogyha bemennénk ugye vissza a dashboardba, és onnét nyitnánk meg, akkor a betűkészletek menü jelenne meg egy új weblap esetében, illetve, hogyha régiek, vagy régi motorosok vagyunk, akkor az általános fül alatt lenne itt egy plusz opciónk, mondván, hogy szeretnénk használni a dinamikus betűkészletek lehetőségét, és utána még természetesen vissza is kérdez, hogy biztosan ezt szeretnénk-e csinálni, és utána átvált, illetve átkonvertált minket az új rendszerre. Mind a két modul egyébként, mind a színek, mind a tipográfiai modul el fog tűnni a prémiumunkból, amint konvertálunk, hiszen már az ingyenesnek ezek a részei. Tehát nézzük meg, hogy akkor a betűkészleteknél pontosan hogy is működik ez a rész. Elsőnek, amit mindenképpen érdemes megemlíteni, az ugye a font manager volt itt. Hogyha szeretnénk hozzáadni bármilyen fontot, akkor nyugodtan tudunk ugye a szokásos rendszer fontok között, illetve a Google Fonts között is bármit nyugodtan ki tudunk választani, amire bármilyen oknál fogva vágyunk van. Tehát, hogyha maradnánk valamelyik egyszerűbbnél, akkor ebben az esetben csak maradjunk ugye az Arial-nál, és azon belül egyébként itt, hogyha nem szeretnénk, akkor ki lehet kapcsolni a Google Fonts részét,
illetve ez ki is kapcsolódik automatikusan. Illetve, ha jól értettem, akkor ugyanezen módon elérhetjük a saját manuálisan telepített font készleteinket is, nem kell különböző PHP filtereket használnunk annak érdekébe, hogy megjelenjenek a testreszabás lehetőségek között. És természetesen annyi fontot adunk hozzá, amennyit akarunk, itt most csak ugye értem azt, hogyha több mindent szeretnénk meghívni, hogy ennek megfelelően kezelje, akkor azt ilyen egyszerűen tudjuk csinálni. Ahelyett, hogy különböző pontjain a weblapunknak végig mennénk, hogy mondjuk a fejléc 1-től 6-ig, az mondjuk ez ilyet, az olyat, az amolyat használjon, természetesen erre képesek vagyunk, csak ahelyett, hogy egyesével be kéne állítani minden egyes alkalommal, ahelyett egyszerűbb, hogyha megvan hívva alapból, és ezek lesznek a default lehetőségek, legalábbis ez az elmélet. De akkor teszteljük is, hogy mondjuk egy tipográf lehetőséget beállítunk, target element, ugye, hogy melyik elemet, vagy melyik részét a weblapunknak szeretnénk célozni. Én most szeretnék egy site title-t, tehát ugye ez a felső kis WP-suli címecske. És itt a font family-ből kiválasztjuk mondjuk a Georgia-t, mint láthattad, vagy nem tudom, hogy most így a felvételen mennyire volt látható, de lényeg, hogy a leggördülőben ott van ugye az inherit, mint hogy örökölje a felette levő szintől, vagy a rendszer alapja, vagy Arial, vagy Georgia, attól függ ugye, hogy melyiket szeretnénk, abból a kettőből, amit megadtam, hogy ezek legyenek az alapok. Legyen mondjuk egy 700-as vastagsággal, és legyen kapitalizálva az egész bárminoknál fogva, vannak helyek, ahol mondjuk legyen uppercase az egész. Pontosabban erre gondoltam, nem a kapitalizálásra, bocsánat. Tehát legyen mondjuk így, és ugyanezt tudjuk megcsinálni minden egyéb részével a weblapunknak, de most itt menjünk vissza még egy apró kis érdekességre. Ha jól megnézed, akkor ugye a font mérete, ugye a line height és a letter spacing, tehát mind a három fontos stilisztikai méret elérhető, és nem csak hogy elérhető, hanem responsív beállításokat is alkalmazhatunk, illetve pixel, mrem és százalékban megadhatjuk magát a méretet, tehát designerek előnyben vannak részesítve ebből a szempontból, nem csak a hétköznapi builderekre gondoltak. Most ezt tegyük is közzé, és nézzük, hogy ezen kívül mi van. Ugye, mint már láthattuk, ugye az új dashboard látható, ezt is természetesen ugye React alapon, illetve amik még érdekességek, az az underlined links, ez konkrétan, ha működne, akkor a testreszabásban és az általános alatt kellene, hogy legyen ez az underlined links. Ennek nagyon egyszerű a lényege, a linkjeinkkel mit szeretnénk, hogy történjen, illetve pontosítok, hogyan jelenjen meg. Tehát amikor ugye egy linket nézünk, akkor attól függ, hogy milyen stilisztikai opciók vannak ott, akkor általában ezek ugye alá vannak húzva, hogy hé, ez itt egy link. Na most ez nem okvetlen szokott mindig így történni, ha esetleg valaki szeretné a linkeket ilyen módon kiemelni, egyébként szerintem teljesen egy jó ötlet, akkor beállíthatjuk, hogy mindig legyenek aláhúzva, vagy csak, hogyha az egeret fölé húzzuk, illetve ha az egeret fölé húzzuk, akkor tűnjön el az aláhúzás, vagy pedig soha. Tehát én maradok inkább az always lehetőségnél, mindig legyenek aláhúzva a linkek a szövegben, vagy igazániból kb. Bárhol a weblapon, de nézzük is, itt ezek alá vannak húzva, a biztonság kedvéért azért teszünk egy próbát, on hover, elméletileg el kéne, hogy tűnjön, és amikor az egeret fölé húzzuk, akkor gyönyörűen alá is húzza, ahogyan kell. Mik a 6E? A kis gázkészülékem. Nem is tudom, hogy miért azt használtam tesztnek, mellékes, hangosan gondolkoztam. Ezt akkor tegyük közzé. Következő. Menü JavaScript. Lényegében, ha röviden, gyorsan elolvassuk és értelmezzük, akkor semmi más nem történt, mint a menu.js file. Csak akkor fog betöltődni, amikor valamilyen féle fajta navigáció konkrétan van azon az oldalon, tehát hogyha van menü, de azon az oldalon ki van kapcsolva, akkor ne töltse be természetesen, illetve hogyha nincsen használva, akkor se töltse be. Lényegében még egy fájllal kevesebbet töltünk be, amikor az oldalunk ugye be kéne, hogy töltsön, illetve meg kéne, hogy jelenjen. Ez sebességoptimalizálás részéből jó, illetve
valójában teljesen logikus is. Illetve ezen kívül még ugye kaptunk dinamikus HTML attribútum lehetőségeket. Itt ha fejlesztő vagy, akkor pontosan tudod, hogy mit fog jelenteni az, hogy egy teljes rendszer áll rendelkezésedre, ha pedig eddig sem használtad, akkor természetesen ez majd egy olyan téma lesz, amikor visszatérsz, akkor, amikor már belementél a különböző HTML, PHP és egyéb kódolási nyelvekbe, annak érdekében, hogy sokkal mélyebb dolgokra legyél képes. Ugyanakkor, hogyha weblap építő vagy, akkor valószínűleg ezt nem okvetlen fogod a következő időszakban elérni. Egyéb esetben már rég tudod, hogy miről van szó, vagy majd tudni fogod hamarosan. A teljes changelog ugye megtalálható a szokásos módon. Mint említettem, a videó alatti leírásban meg lesz található minden link, ami ide tartozik. És egyben ugyanez lesz az a kis pillanat is, amikor megkérlek, hogy ha esetleg még nem vagy feliratkozva a csatornámra, akkor hatalmasat jelentene számomra, mind motivációba, mind jelzés annak érdekében, hogy tetszik, amit csinálok. Úgyhogy ha úgy gondolod, hogy tetszik a tartalom, akkor mindenképpen kérlek, iratkozz fel most. Na, megvolt? Oké, mehetünk is tovább. Köszönöm. Úgyhogy menjünk is tovább a következő témára. A következő téma pedig ugyanúgy még a GeneratePress, de a prémium verziója. Már be is töltjük gyorsan a hírt. És itt igazándiból hihetetlen egyszerű. Színek és tipográfia modulok valójában kikerültek. Így jártatok prémium felhasználók, mint például én is ugye. Valójában a prémium és az ingyenes mostantól egy és ugyanaz, tehát ez csak kompatibilitási frissítés, illetve az új dashboardban a modulaktiválás, illetve import-export és egyéb például license key vagy license kulcs megadásnak a lehetősége lett hozzáadva. A teljes changelog megtalálható, inkább csak tényleg ezek a finom hangulások, javítások és kompatibilitási részek voltak benne, tehát ez most nem a vizuálisan látható frissítés volt a prémium felhasználóknak, hanem inkább a motorháztető alatti takarítás, hogy próbálják szabadon fogalmazni. Menjünk is tovább akkor a következőre. Ez pedig szintén ugye a GeneratePress készítőitől, az pedig a Generate Blocks. Ha még esetleg nem ismered Generate Blocksot, akkor ez valójában egy nagyon egyszerű, de már erőteljesebb kiegészítés Gutenberghez. Mindössze 4 blokkot ad hozzá Gutenberg szerkesztőnkhöz. Ez ugye a grid, tehát a rács hálózat, a container, tehát ugye egy tartalmazó doboz, egy heading, ugye a fejléc, vagy főszöveg, bocsánat, most így hirtelen nem ugrik be a neve, illetve, ha jól emlékszem, a gombok, lehessen több érdekes gomb és gomb kombinációt alkotni, mint amit Gutenberg jelenleg ad. De ugyanakkor stilisztikailag bár rengeteg lehetőség van, ezeket lehetett kicsit azért fokozni, úgyhogy el is tüntetem magam annak érdekébe, hogy ne legyek útban, miközben ezt olvassuk, illetve nézzük. Itt is ugyanúgy, mint említettem, a link lesz a videó leírásában, tehát nyugodtan meg lehet nézni, és itt is letölteni az alfa verziót, ha bátor felhasználók vagyunk. Az első dolog, amit látni fogunk, ez ugye az új flex opciók, és itt igazándiból már eddig is voltak nagyon jó lehetőségünk, de most akkor kaptunk újabb lehetőségeket maga a konténer részére. Ez ugye a Flex Grow, Shrink vagy Basis, és ennek a kombinációit, illetve a lehetőségét fogjuk látni kisebb előnézetben. Tehát itt is, hogyha megnézzük, akkor ugye az egyik a régi százalékos rendszert használja, a másik pedig a Flexet, és láthatod, hogy hogyan húzzuk össze az egérrel ezt a bemutatót, egy picit megpróbálok ránagyítani. Bocsánat, mondjuk így már is láthatóbb. Láthatod, hogy a százalékosnál nem olyan jó a szövegkezelése, míg a Flex esetében sokkal elfogadhatóbb a megjelenése. Következőnek a Container Selectors. Itt nagyon egyszerű, ez az ábra egyébként kicsit brutális példája, ugyanakkor nagyon jól szemlélteti a lényeget. Gutenbergnek egyik nagy hibája, hogy nem okvetlen látjuk mindig azt, hogy hol és mivel szeretnénk dolgozni, így most az üres konténer blokkok
kaptak egy jobb jelölést egyrészt arra, hogy hova szeretnél hozzáadni bármit is, másrészt pedig egészen addig, amíg nem adsz hozzá valamilyen stilizálási lehetőséget, addig egy halovány körbe jelölést is kapott, ami természetesen eltűnik, amint te megadod a stilisztikai opciókat ezekhez. A következő, ami itt fontos lesz, a grid elemeknek az auto width, vagy ugye az automatikus szélesség opciója. Ez lényegében a tablet és mobil méretekben lesz fontos, tehát hogyha mondjuk nem adtunk meg méreteket, és mondjuk a fő desktop méret túl nagy, akkor képes legyen automatikusan alkalmazkodni ezeken a képernyő méreteken, annak megfelelően, hogy a felhasználó vagy olvasó számára a legjobb élményt tudjuk nyújtani. Illetve ezen kívül még kaptuk ugye a Color Picker Improvements részénél. Na most itt igazándiból, mivel alapból van már egy új rendszerünk magába a sablonba, ennek a kettőnek amúgy is szüksége volt, hogy össze tudjon jobban dolgozni. Illetve most már CSS és RGBA értékeket is tudunk magába a szín, vagy a Color Picker részében használni, annak érdekében, hogy minden működjön. Természetesen Tom csapatától jól megszokott módon, ha a régi rendszert használjuk, akkor nem fog csak úgy eltűnni, de itt megint csak ez inkább egy technikai rész, tehát azok, akik csak építenek, azok csak annyit fognak észrevenni, hogy egy sokkal több opciót rejlő rendszert kaptunk. Illetve még ami egy érdekesség, az ugye ez az alap default értékek eltávolítása, amit röviden, tömören úgy tudnék jellemezni, hogy egy sebesség optimalizálási rész volt. A fejlesztők, akik jobban értenek ehhez a részéhez, ha elolvassák, akkor pontosan tudják, hogy valójában sebesség optimalizálást értünk el ugye a CSS kódnak a megfelelő használatával, és erre ugye természetesen egy példát is kapunk annak érdekébe, hogy az előző és az új rendszer hogyan használja ezeket. Némi kompatibilitási, némi sebességoptimizálási részről, illetve itt is egy teljes changelogot kapunk, hogy valójában mik is történtek a háttérbe. És utolsó apró ír blokknak, ez pedig a Generate Blocks Pro, tehát ugye a fizetős verziója. Itt igazániból megint csak egy pár dologról lesz szó. Az első az a Template Library-nek a beállításai. Mostantól kikapcsolhatóak, hogy mind a helyi, mind a távoli templétek vagy sablonoknak a rendszere, tehát attól függ, hogy honnan szeretnénk ugye behívni annak érdekében, hogy mit használjunk. Ha pedig mind a kettő ki van kapcsolva, akkor természetesen maga a Template Library blokk, maga a Gutenberg szerkesztőn belül sem lesz elérhető, hiszen minek jelenjen meg, ha egyszer ki van kapcsolva. Következőnek a további egyedi attribútumok, ez megint csak elsősorban ugye olyanoknak szól, akik valamilyen formában mélyebben bele akarnak menni a lehetőségekbe, illetve a globális stilisztikai lehetőségek tovább fejlődnek, illetve némi UI, tehát ugye a maga a felhasználói környezet, amit látunk, annak a finomítása történt. Na már most itt nagyon fontos, hogy ez a globális stilisztika, ez nem okvetlen úgy működik, mint ahogy megszoktuk mondjuk Elementor meg a többibe, ugyanakkor Gutenbergben is már egy globális stilisztikai rendszer készül, és ezzel elég erőteljes az integrációja GeneratePress-nek, illetve GenerateBlocks-nak, és erre építkeznek fontosan, hogy hozzáadjanak még több lehetőséget. Ami még itt még úgymond említve van, ez pedig megint csak maga a Color Picker, vagy ugye a színválasztónak az extrája. Lényegében csak arról szól, hogy kompatibilis legyen az eddigi elmondottakkal, mind ugye a sablon részéről, mind pedig az ingyenes Generate Blocks hozzáadott lehetőségeiről. Tehát ez inkább csak egy kompatibilitási, és természetesen a teljes changelog. Ennyi volt a GeneratePress és GenerateBlocks frissítés, én szerintem hihetetlenül jó irányba
halad mind a sablon, mind a kis kiegészítő bővítményük. Kimondottan fontos frissítés szerintem ez, abból a szempontból, hogy a két legfontosabb modul, ugye a stilizálási szempontból mind a színek, mind a tipográfia végre teljes értékben mind az ingyenesek, mind a prémium felhasználóknak egy az egyben ugyanaz. Szerintem ez nem kellene, hogy prémium modul legyen, így ennek már évek óta szerintem azért ideje volt, de végre eljutottunk ide, és nem csak, hogy eljutottunk ide, hanem még olyan lehetőségeket is kaptunk, amiket általában fizetős eszközökben szoktunk valamilyen formában kapni, tehát ez egy kimondottan örömteljes pillanat fejlesztés szempontjából. Ezen kívül az, hogy ha megfigyelted, akkor a legtöbb nagyobb fejlesztésre oda volt írva, illetve említettem is, hogy React alapokra épült, tehát komolyan veszik azt, hogy szerves része legyen a WordPress jövőjének, szerves része legyen a fejlesztési környezetnek, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa a jövőben is. Ne lassítson le minket sem szerkesztésben, sem az admin felületen, sem pedig a frontenden, semmilyen formában. Illetve a Generate Blocks, ha még esetleg nem tesztelted le, én azt mondom, hogy a Generate Blocksnak a stilisztikai lehetőségei kellene, hogy kötelezőek legyenek Gutenberg minden egyes blokkjában. Reménykedek benne, hogy el fogunk jutni erre a pontra a következő X hónapban. Már látszik a jele, hogy szeretnének hasonló dolgokat csinálni az 5.9-es frissítéshez. Ugyanakkor az 5.9-es frissítés már csak pár hónapnyira van, hiszen már szeptember van, tehát október, november, december. Nincs 4 hónap a WordPress 5.9-es tervezett kiadási dátumáig. Meglátjuk, hogy mit fognak tudni addig alkotni. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek szépen mindenképpen iratkozzál fel, dobj egy tetsziket is, és találkozunk a következő videóban. Addig is további szép napot, szia!